Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Fejlesztés. Folytatódik a járdafelújítás Szekszárdon. Öregszik a szakma, baj lehet a pedagógus utánpótlással. K-vitamin. Hamarosan újra kapható lesz a gyártási gondok miatt hiánycikknek számító ampulla. Viseletbemutató, főzőverseny, kulturális programok. Idén Szekszárd ad otthont, vár a megye rendezvényének. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! 34 millió forintot költ idén járdafelújításra a szekszárdi önkormányzat. Ebből a pénzből a város 10 pontján újulnak meg a gyalogos utak. Már dolgoznak a munkások a járda felújításán a szekszárdi Kőrösi Csoma és a Szemelvejsz utcák kereszteződésénél. Itt legkésőbb 2 hét múlva fejezik be a munkát, ezután a város 9 másik részén folytatják. Idén megújulnak még gyalogutak az Óvoda, a Munkácsi, a Csokonai, a Herman Otto és a Holub utcákban is. Ezekre a munkákra összesen 34 millió forintot költhet a város önkormányzata, amihez a pénz nagy részét a Paksi Atomerőmű térségfejlesztési alapítványától nyerték. Most a nyári időszakban azért jelentős változáson fognak átesni ezek a közlekedésre alkalmas út- és járdafelületek, és amikor össze-vissza jönnek majd a pihenésből a szekszárdiak, akkor jó állapotok fogják őket fogadni. Hát a nyár az arról szólt tulajdonképpen, hogy felújítások zajlanak itt Szekszárdon is. A járda és útépítési program mellett a parkolók száma is folyamatosan évek óta emelkedik Szekszárdon. Ez a folyamat sem áll meg idén. Most például a csatári torokban lévő katasztrofális állapotban lévő parkolónak a felújítását tettük be az idei tervekbe. Ez a támogatás egyébként a Paksi Atomerőmű alapítványától érkezett, de az önkormányzatnak több 10 millió fontos energiát hozzá kellett tenni. A város vezetése a helyiektől azt kéri, legyenek türelmesek a munkálatok befejezéséig, és közlekedjenek óvatosan az érintett szakaszokon. Jelentősen öregszik a pedagógus társadalom, nem csak Magyarországon, de az egész régióban, mutatta ki egy nemzetközi felmérés. Hazánkban az átlag életkor meghaladja a 47 évet. Az ok, hogy a jól képzett fiatal szakembereket elszívja a gazdaság, miközben a pedagógusok társadalmi elismertsége nem megfelelő. Egy nemzetközi felmérés eredményeként kiderült, hogy a közép-európai régióban öregszik a pedagógus társadalom. Magyarországon az átlag életkor 47,6 év. A dél-dunántúli régióban a Pécsi Tudományegyetem a legjelentősebb képzőintézmény. Gerner Zsuzsanna, a PTE tanárképzőközpontjának igazgatója azt mondja, ma jó eséllyel minden végzősnek azonnal van állása. Nagyon sok a pálya elhagyó, éppen az előbb említett okokból, de aki marad a pedagógus pályán és tényleg itt szeretne elhelyezkedni, a köznevelésben szeretne tanítani, annak nagyon jó esélyei vannak. A PTE nagyon szoros együttműködésben van tankerületi központokkal és más fenntartókkal, és igyekszünk is mindent elkövetni annak érdekében, hogy a hallgatókat már a képzésük ideje alatt egészen pontosan a gyakorlataik teljesítésekor orientáljuk a megfelelő köznevelési intézmények felé. A 3 megyében a következő 5 évben 66 fizikatanár megy majd nyugdíjba. Andorka Gábor, a Bonyhádi Petőfi gimnázium igazgatója azt mondja, vannak krónikus szakok, ahol a tanárképzés komoly problémákkal néz szembe. Nyilván vonzóvá kellene tenni és kiszámíthatóvá ezt az egész rendszert, az elejétől indítva, tehát a bérezés rendezés, az óraszámoknak a rendezése, tehát ez a toltölig, az a 22-től 26-ig én szerintem, az én személyes véleményem szerint nem igazán szerencsés. És hát utána a megbecsülés és a státusznak a visszaadása az nagyon fontos lenne. Andorka szerint a pedagógus életpálya modell javította a helyzeten, de nem oldotta azt meg. A gimnázium gyakorlóiskolájának igazgatója Kovács Ferenc véleménye szerint intézmény és térség függő a probléma. Ez egy hosszú távú tervezést igényel. Én jelenleg úgy látom, hogy ne szerencsés helyzetben vagyunk, mert itt a gimnázium kitermelt olyan diákokat, akik pedagógiát végeznek, és volt diákok, akiket én is többek között tanítottam, visszatérnek hozzánk gyakorlatra, és itt az alatt már akarjuk fogni őket. Tehát jelenleg sok fiatal új kollégánk van, és azt gondolom, hogy nálunk ez a probléma nem érzékelődik annyira, mint például esetleg Észak-Kelet-Magyarországon. A legnagyobb nehézség az óvodában érzékelhető, ahova lassan lapszóval kell majd pedagógust fogni.
Ennek ellenére Szekszárd például jó helyzetben van, mert a helyi főiskola megoldja az utánpótlás kérdését. Mi még ezt annyira nem érezzük, úgyhogy nekünk olyan jó dolgunk van, hogy első kézből kapjuk a kedves hallgatókat, és igyekszünk is őket beállítani ide a csatasorba, amennyiben úgy érezzük, hogy a nevelőtestületünknek a szemléletét magukévá tudják tenni. A nemzetközi felmérés kimutatása alapján az európai átlag életkor 44 év, a legrosszabb helyzetben az észtek vannak 49,1 évvel. Magyarországnál minden környező országban fiatalabb a pedagógus átlag életkor. Május eleje óta hiányzik a patikákban a csecsemőknek fontos K-vitamint tartalmazó Konakion ampulla. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet szerint a készlethiány hátterében gyártói probléma áll, ami csak október végére rendeződhet, ezért 58.200 doboz másfajta K-vitamin behozatalát engedélyezte. A gyógyszerészek szerint július közepére érkezhet meg a patikákba, ám jóval drágábban lehet majd hozzájutni. Ugye nekünk van még egy darabunk ebből a Konakionból, mert én tudtam előre, hogy ez problémás lesz. Ugye itt le tudjuk kérdezni, hogy ez mikor várható, például a Hungarofarma közli, hogy október esélyen. Hegedűs Gyula, szekszári gyógyszerész éppen azt mutatja, hogy valóban nincs a patikákban a csecsemőknek fontos K-vitamin tartalmazó Konakion ampulla. Ez a helyzet másfél hónapja áll fenn. A gyógyszerész szerint ez nem egyedi eset. Rendszeresen előfordul, hogy egy-egy gyógyszer hónapokig hiányzik a patikákból, aminek a hátterében szerinte állami szervezési probléma állhat. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet a készlethiányt gyártói problémával magyarázta, ami csak október végére rendeződhet. Az intézet ezért több hónapra elegendő, összesen 58.200 doboz másfajta K-vitamin behozatalát engedélyezte 5 nagykereskedőnek. Ez július közepére érkezhet meg a patikákba, ám jóval drágában lehet majd hozzájutni, mondja a gyógyszerész. A Konakion, az import Konakion 5.700 forintba kerül, míg a régi Konakion 1.000 forint alatti fogyasztói áras volt. Vényre ugye a 400-valahány forintos támogatással ez csak 360 forintba került a betegeknek, azonban az új importgyógyszer 5.000 forint feletti költséget fog jelenteni. A K-vitamin injekciót az anyatejjel táplált újszülötteknek és csecsemőknek vérzékenység ellen kell szájon átadni 6 hónapos korig. Győri Gábor szerint nincs ok pánikra, mert a gyerekeknek mindössze nagyjából 1/1000-e születik olyan fokú K-vitamin hiánnyal, ami pótlás nélkül súlyos következményekkel járhat. A újszülött korban egy nagyon ritka, de előforduló betegség az újszülött kor vérzéses megbetegedése, ami a K-vitamin hiányon alapul. A véralhadásnak egy elengedhetetlen feltétele a K-vitamin, és amennyiben az nincs meg, akkor bizony ez a betegség kialakulhat. Az anyateljes táplálás az egy K-vitaminban nagyon szegény táplálási mód, ezért kell kívülről beadnunk. Úgy tudjuk, a kormányzat tervezi, hogy társadalombiztosítási támogatást ad az 5.800 forintos injekcióra. Saját maga kapott el egy a házába besurranó tolvajt egy nő tolnán. A szintén nő betörő épp távozni készült a zsákmánnyal, amikor a ház tulajdonosa észrevette és a nyomába eredt. Ebben a csendes tolnai utcában surrant be az egyik házba a fiatal paksinő. Stoppal érkezett a városba, eredetileg Szekszárdra indult, ám a sofőr csak Tolnáig vitt el. Amikor kiszállt az autóból, úgy döntött, megpróbál pénzt szerezni, ekkor ment be a házba a tulajdonos engedélye nélkül. Mégpedig olyan módszerrel, hogy kihallgatta, hogy az udvaron a családtagok beszélgetnek, ezt kihasználva bement a házba, onnét eltulajdonított 4 darab aranyékszert, valamint egyéb értéktárgyakat, illetve egy pénztárcát a benne lévő iratokkal, valamint közel 33.000 forint készpénzzel együtt. A házban lakó nő viszont észrevette az éppen távozni készülő besurranó tolvajt, nem ijedt meg tőle, először csak kérdőre vonta, a hivatlan vendég viszont menekülni kezdett. Sértett utána eredt, és röviddel egy kis kergetőzést követően elkapta a 28 éves nőt, akit a rendőrök kiérkezéséig visszatartott. A tolnai rendőrök ezután már perceken belül a helyszínre értek, és kihallgatásra vitték a besurranó tolvajként próbálkozó paksi nőt, amit tett, azért akár 3 év letöltendő börtönbüntetést is kaphat. Bárki megcsodálhatja Tolna megye hivatalos értékeit a megyei önkormányzat Vár a megye nevű pénteki szekszárdi rendezvénysorozatán. A megyenaphoz kapcsolódó kezdeményezés célja, hogy mindenki testközelből ismerhesse meg a települési értéktárbizottságok munkáját.
Bogyiszló után idén Szekszárd ad otthont a Váramegye rendezvényének. Pénteken a Szent István téren interaktív bemutatókkal, kulturális programokkal, vetélkedővel és főzőversennyel várja a megyei önkormányzat a vendégeket. A társszervező Babics Mihály Kulturális Központ munkatársai a fákkal körülvert árnyékolt ligetes környezetet tudatosan választották a rendezvény helyszínének. Kényelmesebben tudnak majd a gasztronómiának és a kulturális programoknak hódolni az ideérkezők, és tulajdonképpen a Hári János Mesefesztiválhoz hasonlóan szeretnénk majd az elrendezést, és persze nem gyermekek, elsősorban nem a gyermekek a célközönség, de a Hári János Mesefesztivál jól bevált elemeit, mármint ilyen praktikus technikai elemeit próbáljuk majd megvalósítani ott a Szent István téren. Ács Rezső, Szekszárd polgármestere azt mondja, megyeszékhelyként fontos volt, hogy idén itt rendezzék meg a Tolna megyei értékek napját, megmutatva, milyen kohéziós erő van a Tolna megyei települések között. Fehérvári Tamás, a Tolna megyei önkormányzat elnöke azt mondja, a program elindulásakor szkeptikus volt, de azóta bebizonyosodott, milyen aktívak a települési értéktárbizottságok. A rendezvény célja az, hogy megmutassák, miért jó itt élni, és így az elvándorlást is sikerül megállítani. Mi Tolna megyeiek is keresünk valamit, de nekünk van egy nagyon-nagyon biztos pontunk, a saját megyénk, a megyén belül pedig a saját településen, a településünk, ahol élünk. Ott kell felfedezni a lehetőségeket, ott kell kitalálni, meg megérteni, hogy mit kell tennünk azért, hogy ez még jobb legyen, és akkor ilyen eredményeket fogunk tudni elérni. Kuti Imréné, a Nemzeti Művelődési Intézet Tolna megyei igazgatója azt emelte ki, az utolsó órában vagyunk az értékek megőrzésében a lakosság előregedése miatt. Ezzel a rendezvénnyel azért meg tudjuk mutatni a Tolna megye nagyon sok értékét, és én nagyon örülök annak, hogy tényleg több mint 40 település érkezik Szekszárdra most pénteken, és meg elhozza az ottani legszebb dolgait, kincseit, és bemutatja itt, közkincsé teszi mindenkinek, és ezzel tudjuk átörökíteni a fiataloknak is a hagyományainkat, a hagyományok ápolását. A Tolna megyei önkormányzat 5. éve ünnepli a megyei értékek napját. Idén 600 fő regisztrált be a programra, a Tolnai Kum címeket is ezen a napon adják át. Egyre nagyobb kárt okoz a peronoszpóra a Szekszárd környéki szőlőültetvényekben. Az elmúlt években csak itt-ott nyomokban jelent meg a gomba, nem volt meg az elterjedésének legfontosabb két feltétele, a meleg és az átlagnál jóval több csapadék. Most viszont mindkettő adott. Itt hétfő óta volt igazából csapadék, több alkalommal is, 3-4 alkalommal, és az első csapadékos időszak, tehát a múlt hétfőnek a fertőzései nyomát láthatjuk itt ezeken a friss leveleken. Ezek már a rég nem volt kitört peronoszpóra járvány hamisítatlan jelei. Ennek negatív következménye napokon belül meg fog jelenni a fürtökön, a bogyókon, vetítette előre Füzéspán növényvédelmi szakmérnök. Nagyon figyelni kell, tehát minden apróság számít, ahol egy pici védekezési hiba van már, hogy hosszabb védekezési időközöket választanak, használnak, nem megfelelő készítményeket választanak, ott bizony könnyen károk keletkeznek, és nagyon súlyos károk tudnak kialakulni. A peronoszpóra kialakulásának elsődleges feltétele a csapadék, ami 3 hónapja folyamatosan az átlag fölötti mennyiségben jelen van. Mindenhez még a meleg is társul. Ugye az elmúlt hét az csapadékos volt, nagyon sokszor volt csapadék, meleg van, nagyon kedvezőek a föltételek a peronoszpora kialakulásához, és ez már egy járványos év, most már ki lehet jelenteni, ez biztosan egy súlyos járványt hozó év. Bronzérmet szerzett a csehországi Európa-bajnokságon a 17 éves tolnai Veres Ádám JKF karatéban. Évtizedekre visszatekintve is a második legértékesebb Tolna megyei eredmény. Nála csak a bátaszékiek edzője Nagy Ákos katázott egykor jobban Európa-bajnokságon. Portugáliában lesz a világbajnokság, és most tartottam egy kis szünetet, egy kicsit pihentem, és most újra belekezdünk, a hiányosságaimat megerősítjük, és hát jó, sokat fogunk edzeni. Regionális híreink következnek. Fedezd fel önmagad! Szakmaismereti nyári tábort szervezett az Iparkamara. Ingyenes meggyosztás a Balatonnál. A magyar gyümölcsöt népszerűsítik. Látványos bemutatók, kiállítás. A légimentők munkájával ismerkedhettek Pécsen.
Fedezd fel önmagad. Ezzel az elnevezéssel tartja a pályaorientációs táborát a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara ezen a héten. Általános iskolásoknak mutatják be a különböző szakmaterületeket, hogy megkönnyítsék pályaválasztási döntésüket. A gyerekek önismereti feladatokat is kapnak, így személyre szabott képet alakíthatnak ki, hogy merre induljanak a továbbtanulásban az általános iskola után. Olvasólámpát készítenek a gyerekek a Pilács lámpakészítő műhelyben kedden. A Vince utcai helyszínen ismerkedtek az általános iskolások a villanyszerelő szakmával egy nyári tábor keretében. Binder Tibor vagyok, Szigetvárról érkeztem. Hát azért jöttem nagyjából ide, mert meg akarom tudni legalább, hogy milyen szakma lenne az én hozzám, ami jól lenne, illendő. Így foglalta össze a 12 éves általános iskolás Tibor, mi a tábor célja. A Fedezd fel önmagad pályaorientációs tábort már harmadik éve szervezi a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara. A vendéglátáson keresztül a kreatív iparon át, a gépipar, elektronika, minden megjelenik. Mindent próbálunk már évek óta a gyerekek számára bemutatni, fiúknak, lányoknak egyaránt, hogy hát minél szélesebb ismerettel hajthassák el ezt a tábort az ötödik nap után, és hát ez legyen megalapozott akkor ez alapján esetleg a későbbi érdeklődésük, hogy mi milyen szakirányban tanuljanak tovább, vagy hát mire figyeljenek, hogyha esetleg megtetszett nekik valami, akkor a későbbiekben arra tudjanak fókuszálni. Önismereti feladatokon keresztül a gyerekek megtudhatják azt is, hogy képességeik, tulajdonságaik alapján melyik terület lenne megfelelő számukra. Így a szakmák megismerésén túl olyan tanácsokat kapnak, ami megkönnyíti a későbbi pályaválasztási döntéseket. Ingyenes meggyosztással népszerűsítik a gyümölcsöt a Balaton déli partján és további 20 vidéki településen. A kampányban a magyar megy kiváló ízére és pozitív élettani hatására hívják fel az emberek figyelmét. Az akció keretében 5 tonna megyet osztanak szét 3 nap alatt. Hello. Külföldi és hazai turisták egyaránt kaptak ízelítőt a magyar megyből Balatonbogláron. Az ingyenes kóstoltatási akcióban a piros gyümölcsöt népszerűsítik. Nagyon finom ízlet, ez zamatos, úgyhogy igazán jó. Mondom, hogy 2 év múlva körülbelül ilyet szedek a kertből, ami hasonló nagyságú, ízre is ilyen, mert már volt rajt kóstoló, de még sok nem. Ön gyakran fogyaszt egyébként meggyet? Nagyon szeretem. Süteményekbe, befőtteknek, mindenféleképpen szeressük. Látom, azért ettél többet is, Ramona. Helyes. A megyosztás közben egy sporttábor növendékeibe botlottak a kóstoltatók. A létszámra tekintettel ők egy egész rekesszel kaptak a finom gyümölcsből. Tegnap a menüben, ebédben pont benne volt egy jó jéghideg gyümölcssaláta, és nagy örömmel fogyasztották, aminek örültünk. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy minden nap valami kis vitaminforráshoz bemegy a szervezetbe. A szervezők szerint a gyümölcsfogyasztás visszaesett, pedig a megynek is számos jótékony hatása van a szervezetre. Vírusírtó, serkenti a szívműködést, tisztítja az ereket és javítja az emésztést. Minden termelő azt mondja, hogy az ő gyümölcse a legegészségesebb, mindegy, hogy ez megy, vagy barack, vagy alma, teljesen mindegy. De ugye a megy, mint olyan, talán az antioxidáns tartalmáról a leghíresebb, ez fajtánként, még fajtánként is eltérő, de talán ez, azt mondják, hogy ez a különböző vírus ölő képességei alapján sorolják ezt néhányan az egyik legegészségesebb gyümölcsé. Az akció keretében 5 tonna frissen szedett meggyet osztanak szét 2-től csütörtökig a Balaton déli partján található településeken és 20 vidéki városban. Pécsre, a kertvárosi bevásárlóközpontba érkezett a légimentés bemutató vándorkiállítás. A tárlata a légimentők mindennapjait elsősorban a területileg leginkább illetékes légimentőbázist mutatja be. A megnyitón elhangzott, hogy idén összesen 15 új, fejlettebb meteorológiai radarral, robotpilótával és éjjellátó technikával felszerelt mentőhelikopter áll munkába. Szerencsére ez most csak egy mentési bemutató, de bárki bármikor kerülhet olyan helyzetbe, hogy mentőhelikopternek kell érkezni a segítségére. A légimentés olyan különleges szolgáltatás, mely értünk jött létre és minket szolgál. Megnyílt Pécsett az a kiállítás, ami az ő mindennapjaikat mutatja be. A tárlat Csongrád megyéből érkezett Baranyába. A legfontosabb célja az, hogy közel vigye az embereknek azt az értékrendet, amit a légimentés jelent, hiszen ez egy küldetés. A légimentő bajtársak
nap mint nap tesznek tanúbizonyságot arról, hogy a csecsemőkortól az időskorig kísérik az életünket. És nem az önfeláldozó módon, hanem azt az erős, edzett lelki világot, aki képes elviselni ezt a mentéssel járó rengeteg akár tragédiát, akár a sérülések látványát. A vándorkiállítás ötletgazdája a Magyarországi Légimentésért Alapítvány, melynek célja, hogy jobban megismerje a lakosság azokat az embereket, akik ezt a különleges hivatást választották. Az, hogy a sárga helikopter repül fölöttük, és ez egy csoda egyébként, és mindenki abban bízik, hogy nem az ő hozzátartozójához megy, hiszen azt gondoljuk, hogy nagy a baj, ha a helikopter megy. Én azért el szoktam mondani, hogy azért vannak örvendetes események is, egy nagyobb téli időben, a hóhelyzetben, a tanyavilágban, amikor éppen egy szüléshez megy. Azért megy, mert a mentőautó akkor nem tudja megközelíteni. Ezek örömteli események, ilyen is van sajnos. Egyébként tényleg a tragédiák, a problémákról, a balesetekről szólnak a mindennapjaik. A kiállítás megálmodója azzal a nem titkolt céllal hívta életre a tárlatot, hogy a légimentés magas színvonalának megőrzésében, fejlesztésében és működésének támogatásában partnerekre találjon. El fogja látni a folyamatos ellátását a légibázisoknak, hogy bármilyen műszaki baj, bármi történik, a gépeket azonnal tudják cserélni, így akárki a rászorulók nem fogják érezni ennek a hiányát. El kell mondanom azt is, hogy Baranyában a legtávolabbi pontra 8 perc alatt érnek ki helikopterrel, ezt gépjárművel esélytelen, hogy ezt valaki meg tudná tenni. És úgy gondolom, hogy az, amikor tényleg nagy baj van, akkor minden perc fog számítani. Az idén beszerzett 9 darab új, magyar tulajdonú helikoptert modern mentéstechnikai eszközökkel, lélegeztető, újraélesztő, valamint ultrahangkészülékekkel, a korábbiakhoz képest fejlettebb radar és navigációs berendezésekkel, robotpilótával szerelték fel. Ezen kívül alkalmasak éjszakai és kötéltechnikai légimentésre is. További 6 mentőhelikoptert majd 2019. decemberéig ad át a készenléti rendőrség a légimentőknek. Festményeken elevenedik meg Szőlősgyörök története és épületei. Immár 5. alkalommal szerveznek a somogyi településen alkotótábort, ahol a művészkedvelők Simon M. Veronikától leshetnek el egy-egy ecsetvonást. A program megnyitóján 36 darab mesefigurát ábrázoló akvarelképpel ajándékozták meg a gyermekorvosi rendelőt, így barátságosabbá téve azt. Emellett a borrégiókat bemutató tárlat is nyílt, amelyet a vajdasági Trifon borrend mutatott be. Immár 5. alkalommal indul útjára a szőlősgyöröki alkotótábor. Idén 12 festőművész örökíti meg a település pincéit és a régi mesterségeket egy-egy alkotáson. Az idei alkotótábor megnyitóján bemutatták Simon M. Veronika ikonszerű festményét is, amelyet Szent Trifonról, a borászok védőszentjéről készített, a szintén róla elnevezett borrend kérésére. Sikerült a vatikáni ábrázoláshoz hozzájutnom. Nekem már a Vatikán honlapján több festményem van, amit a Vatikán teljes joggal elfogadott, és a honlapjukon megtalálható, és ezért igyekeztem ezt a képet is az ottani ábrázolás szerint megfesteni. Ez a festmény ikonszerű, és féldrága kövekkel van díszítve. A szent inkább a délvidéken, pravoszláv területeken ismert. A Szent Trifon borrend méltó helyet talált az alkotásnak. Ő a borászok, szőlészek és a kocsmárosok védőszentje. Úgyhogy mi őtet választottuk védőszentünknek, és őtet használjuk, mint védőszentnek. Veronika képéért jöttünk, mert ő megfestette ezt a képet, és ezt a képet szeretné nekünk átadni. Mi pedig tiszteletjeléül ezt a képet Bajmokon, a pravoszláv templomba fogjuk elhelyezni. Nem ez volt az egyetlen meglepetés az alkotótábor megnyitóján. A művészek a helyi gyermekorvosi rendelő számára akvarelképeket adtak át. Az ünnepélyes megnyitón a település polgármestere Klotz Péter kiemelte, példaértékű összefogásra ösztönzi a tábor a helyieket. És én úgy gondolom, hogy ez a kapcsolat, ami itt elindult, most már tényleg sok-sok évre visszanyúlva, ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Egy olyan kedves, aranyos közösség ez a festők közösség, hogy én azt hiszem, hogy ez minden egyes
településnek és minden egyes közösségnek példaértékű lehet. Idén először a tábor keretében örömfestést is tartanak általános és középiskolások számára, hogy minél szélesebb körben megszerettessék a művészeteket. Emellett egy különleges kiállítást is megtekinthetnek az érdeklődők a történelmi Magyarország borvidékeiről. Végül mutatjuk újra, miről szólt a híradó. Fejlesztés. Folytatódik a járdafelújítás Szekszárdon. Öregszik a szakma, baj lehet a pedagógus utánpótlással. K-vitamin. Hamarosan újra kapható lesz a gyártási gondok miatt hiánycikknek számító ampulla. Viseletbemutató, főzőverseny, kulturális programok. Idén Szekszárd ad otthont vár a megye rendezvényének. Tolna megyében csütörtökön a délutáni órákig folytatódik a napos meleg idő. Délután hideg front éri el a térséget, hatására felélénkül, majd erősödik az északnyugati szél. Szorványosan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, de előreláthatólag csak kis körzeteket érintve. Felhőszakadással, jégesővel, viharos kifutó széllel kísért gócok is előfordulnak. Estére átrobog a front, frissül a levegő, kitisztul az ég. Éjjel derült idő, mérséklődő, de még élénk szél várható. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Viszontlátásra!